Sziasztok, üdvözlök mindenkit! Pici késéssel, de itt vagyunk, és folytatjuk a haladó C++ órákat. És ugye múlt alkalommal elkezdtük az abstrakciót tulajdonképpen, illetve az abstrakció eszközei C++-ban. És ezzel fogjuk folytatni, mégpedig elkezdjük most már írogatni ezeket a grafikus osztályokat. Ugye múlt héten csak példát néztünk arra, hogy hogyan is kéne kinéznie meg, hogy mit is fog tudni tulajdonképpen ez a kis hát alkalmazás, ha szabad így fogalmazni. És most a héten, tehát a mai alkalommal el is kezdenénk. Picit fordítva fogunk menni, mint ahogy talán a logika diktálná, de hát ez szerintem csak megközelítés kérdése. Ugyanis először osztályokat fogjuk megírni, aztán később menjünk tovább magára az ősosztályra, tehát arra, ami tulajdonképpen az absztrakt osztálya lesz az egész dolognak. Majd utána fog jönni maga a GUI, tehát tulajdonképpen az ablak, illetve a gombok, és ez az amaz. Lehet, hogy ez egy picit fordítva van, de talán így talán jobban érthető lesz, hát majd meglátjuk persze. Na, hogy itt is vagyunk. Ma igazából csak a vonalakat, illetve a ilyen színeket, meg line-shape-eket, meg ilyesmiket fogunk megnézegetni. Komplexebb alakzatok majd jövő héten következnek. Ma egy picit ilyen rövidebb lesz ez a mai alkalom, de hát így alakult. Oké. Szóval, itt vagyunk, és hát valami ilyesmit kezdtünk el írogatni a múlt alkalommal. És hát ide szépen sorba rakosgattuk be azokat az alakzatokat, amik kellenek nekünk, meg amire majd képes lesz ez a kis program. De mondom, tényleg ne ezt nézzétek most, tartsátok most szem előtt, hogy azért nem egy parádés grafika program lesz ez, hanem csak tényleg ilyen kis szemléltetés, hogy az osztályok hogyan is működnek C++-ba. Jó. Szóval lesz itt nekünk majd egy pont, vonal, illetve egyéb eszközök. Én azt mondom, hogy kezdjük is a ponttal, ugye az egyik legalapabb dolog. Tulajdonképpen azt fogjuk csinálni, hogy már az alakzatoknál, hogy ilyen kis osztályokat írunk egy grafikus library fölé. Jó, ugye beszéltünk múlt alkalommal, hogy ez a grafikus library a fulltick, és e fölé írunk egyszerű grafikus osztályokat, hogy elrejtsük tulajdonképpen a library-nek az implementációját, hogy kicsit egyszerűbb legyen talán így kezelni a grafikus library-nek a képességeit. Jó. Nyilván millió-millió dolog van, ami itt előjöhet egy ilyen grafikus library-nél. Tényleg a legtöbb library-nek írtatlan dokumentációja van. Rengeteg dolog, hogy hogyan működnek, hogyan kell őket használni. Én most ebbe tényleg nem mennék bele. Majd látni fogjátok, hogy amikor már a library-nek a függvényeit hívogatjuk, tehát amikor magát a fulltick-et használjuk, akkor hát kis túlzásra tényleg így ugorni fogok azon, hogy abba az ott hogyan működik, mert tényleg nem ez a lényeg. Hogyan rajzol ki egy vonalat, hogyan rajzol ki egy kört, hogyan rajzol ki, ez kitöltő szint egy alakzatba, nem számít most. Aki szeretné, nyugodtan nézze meg a fulltick-nek a dokumentációjába. Jó. Na, kis megjegyzés, de menjünk is tovább. Úgyhogy én azt mondom, hogy kezdjük el a pontnak az implementációját, hiszen ha valami alap, akkor az tényleg ez. Mindent ebbe a GraphLib névtérbe fogunk tenni, csak hogy biztosan ne legyen névütközés. És ezt a GraphLib-et fogjuk majd használni a programunkba is, de ezt látjátok már múlt alkalommal is, ugye ezt a névtért itt külön jeleztük, hogy ezt kívánjuk használni. Jó. Na és akkor a pontunk az egy egyszerű struktúra lesz, ugye azért, mert nem kell nekünk itt most adatrejtés, ugye lesz két tagja, ugye x és y, ezt közvetlenül is kívülről is el lehet érni, nem kell itt most függvényezni, meg ilyesmi. Persze, nyilván bele lehetne kötni, hogy miért nem előjel nélküli egész, meg ilyesmi, hiszen koordináta.
ne rugózzunk feltétlenül ilyeneken. Jó, na és akkor adjunk neki egyrészt egy alapértelmezett konstruktort, ahol egész egyszerűen ezt a két számot szimplán csak nullára állítjuk. Tehát hogy tudjunk hozni egy ilyen üres pontot is, illetve adjunk neki egy olyat, ami két integert vár paraméterül, és akkor ugye ezt is adjuk értékül. Hát tényleg egy nagyon egyszerű kis dolog, ennél bonyolultabbat itt most nekünk nem szükséges csinálnunk. Ugye, amit esetleg itt még lehetne bővíteni, hogyha nagyon szeretnénk hiba kezelni, hogy ugye ezt megnézzük, hogy nagyobb-e, mint nulla. Vagy hát, ha nem kisebb, mint nulla, akkor oké. Jó? Nyilván negatív számoknál ez akár problémás is lehet. Mozgatni meg nem feltétlenül így szoktunk. Jó. Na, amint még itt jó lenne, hogy kéne egy operátor, hogy két pont egyenlő-e vagy nem. Úgyhogy ezt most így gyorsan megírjuk. Oké, és két pontot fogunk neki átadni. És egész egyszerűen csak visszaadjuk a pont x, az egyenlő a b pont x-el, és ugye, hogy az a pont y egyenlő-e a b pont y-nal. Jó, hát ez ilyen tényleg nagyon egyszerű kis valami. Jó, de ha írunk egyenlőt, akkor írjunk nem egyenlőt is. És itt ugye egy kicsit egyszerűbb dolgunk van. Nem mintha az előző olyan bonyolult lett volna, mert itt ugye csak annyit kell mondani, tehát használhatjuk az egyenlő-egyenlő operátort. Jó, és hogyha az nem egyenlő, akkor adunk vissza igazat. Jó. Na hát a pont úgy nagyjából ennyi lenne, igazából ennél feltétlenül többet nem kell szerintem tudnia egy pontnak. Jó, viszont menjünk tovább, és ugye ezt még önmagában nem nagyon fogjuk tudni használni, most fölveszünk egy pontot, hát ez nem túl látványos azért, de ezt ilyen adminisztratív jelleggel mindenképpen meg kellett csinálnunk. Jó. Na most már akkor csináljuk ugye a vonalakat, amit ugye beszéltünk, hogy a mai alkalommal megnézegetjük. Ugye két megközelítés lesz. Lesz egy sima vonal, illetve lesznek ilyenek, hogy vonalak, tehát line és lines. A line az a sima vonal, semmi különös, viszont sok alkalommal, tehát előfordulhat az, hogy szeretnénk ilyen vonalakat valamilyen értelemben egybe kezelni, tehát több ilyen vonalat, és akkor jó lenne, hogyha lenne erre valamiféle kis, hát mondanám, hogy konténer, de azért ez kicsit erős, így. Szóval két ilyen grafikai objektumot fogunk csinálni, egy line és egy lines. Tehát ahol több vonalat tudunk egyszerre kezelni. Na és akkor kezdjük a sima line-nal. Oké, és már is mondom, hogy ez pontosan mit jelent. És legyen egy sima konstruktora, most nem is nem kell különösebben túlbonyolítanunk. P1 és P2, és adjuk hozzá az alakzatunkhoz ezt a két pontot. Jó. Na, mi történik itt? Remélem, hogy nem értem el. Ugye, mint mond ez itt nekünk? Ugye, szeretnénk egy alakzatot, ami egy vonal, és mi a vonal? Hát egy alakzat. Jó? Ugye ez annyit jelent, és legyen egyelőre ennyi elég, hogy a vonal az egy alakzat. Jó. Na most, hogy mi az alakzat, azt jövő alkalommal fogjuk definiálni, tehát azt később fogjuk. Mondhatjuk azt, hogy a vonalnak az alapja az alakzat, vagy úgy is mondhatjuk, hogy a vonalnak az ősosztálya az alakzat. Ez a shape osztály. Jó. Ami a shape osztályban van, az megjelenik majd a line
osztályba is. Hát az, hogy most a struktúra vagy osztály, ez ne zavarjon össze senkit, ebből a szempontból teljesen mindegy. Jó? Fogunk róla beszélni, erre egy külön alkalmat szeretnék szentelni, mert tényleg ez lenne a fő mondani valója ennek a résznek, hogy az osztályok és az öröklődés, különböző öröklődési szintek, láthatóság, ilyesmi, ebbe most nem akarnék így külön belemenni. Előbb definiáljuk az alakzatainkat, és akkor utána megmondjuk, hogy a shape hogyan működik, és a shape egészen pontosan mit is csinál. Jó. Egyelőre tényleg legyen annyi elég, hogy a vonal az egy alakzat. Jó. Na, és akkor ugye, amit itt látunk, ez a add függvény, ez a shape-ben van, egész egyszerűen annyi történik, hogy ezeket a pontokat hozzáadja ez az alakzathoz, ami most ugye esetünkben egy line, ez az add függvény a shape osztályban van definiálva, majd ha odaérünk, akkor megnézzük. Jó. Rendben van. Na. Akkor menjünk tovább, és nézzük meg a vonalakat. Ugye ez is értelemszerűen egy alakzat lesz. Itt már egy kicsit bonyolódik a dolog. Egyrészt csináljunk egy alapértelmezett konstruktort, ami hát nem csinál semmit. Nyilván ez majd maga után mondja azt, hogy kell majd nekünk egy add függvény, amivel tudunk vonalakat hozzáadni. És legyen egy olyan konstruktor, amiben pontokat tudunk hozzáadni, de ne csak kettőt, tehát ne csak pontpárokat, hanem adjunk meg egy ilyen inicializáló listát. Jó. Emlékszünk, hogy a inicializáló lista, hát ilyen kapcsolzárójelek között tudjuk megadni, ez tulajdonképpen ugyanaz, mint amit a vektornál is tudunk használni, tehát ugye a vektor objektumnak, tehát a vektor adatszerkezetnek a inicializáló listája. Jó, na, és akkor ugye itt pár dolgot érdemes megtenni ebbe a konstruktorba. Egyrészt erről majd beszélünk, hogy használjuk ugye a shape-nek az inicializáló listás konstruktorát, majd erről beszélünk, hogy hogyan is működik. Illetve egy nagyon egyszerű kis dolgot tegyünk meg, egy nagyon minimális hibakezelés, ugyanis ebben az inicializáló listában ugye akárhány pontot meg tudunk adni, tehát tulajdonképpen akár páratlan számú pontokat is, és az problémát okozhat. Jó? Úgyhogy itt rögtön egy kis hibakezelést tegyünk. Egész egyszerűen lekérdezzük a méretét, és ez maradékosan osztható kettővel, tehát páratlan, akkor egy nagyon egyszerű kis hibakezelést adunk. Itt esetünkben ez most tényleg csak egy error lesz. Jó, ez az error függvény a stdlib facilities header-be van deklarálva, webprogon beszéltünk róla. Jó. Rendben van. Oké, és egy pillanat türelmet. Jó. Oké, és tehát tényleg csak egy ilyen nagyon alap kis hibakezelés, semmi különös. Tehát, hogy ne tudjunk páratlan számú pontot hozzáadni, mert úgy nem tudunk, tehát mert ugye a vonal hogy néz ki, kezdőpont, végpont, majd összekötjük. Jó, ha ez páratlan, akkor valami nem lesz okés. Akkor az egyik vonalnak csak egy pontja van, és az úgy már nem rajzolható ki. Jó. Na, itt definiálnunk kell egy drawlines függvényt, ezt majd mindjárt megtesszük, illetve definiálnunk kell az add-et, tehát hogy mit is jelent, hogy pontokat adunk hozzá, hiszen mondtuk, hogy tudjuk ezt üres konstruktorral is, tehát tudunk egy ilyen lines objektumot üresen is készíteni. Ugye akkor nyilván kell egy add függvény, amivel hozzá tudunk adni pontokat, és itt esetünkben ez sima P1-P2 lesz. Na de, ugye itt a line-nál látjuk, hogy itt simán hívjuk az add-et, hát mondhatnám, hogy ez itt jó lenne,
De ugye mi a gond? Ugye megint azt szeretnénk, mint az előbb, hogy ugye a shape adója hozzá az alakzathoz a pontokat, tehát adja hozzá ezeket a pontokat. Viszont hogyha ezt most így írjuk, akkor ugye az ugye a névfeloldás miatt ugye erre az add függvényre akarna majd gondolni. Ami biztos, hogy jelezzük, hogy a shape-nek az add függvényét akarjuk használni. Jó. És ezt így tudjuk megtenni. Tehát itt a shape-nek az add függvényét használjuk. Oké is. Jó, tehát az ősosztálynak az add függvényét fogjuk itt most használni. Jó. Na hát van vonalunk, vonalak, és akkor ezt a függvényt kellene most nekünk megírni, és akkor itt már fogjuk használni a Fultic Library-t is, tehát elő fog itt már kerülni. Jó, úgyhogy nézzük is meg, ugye nyilván a drawLines-t akarjuk, de melyik drawLines? Hát a Lines osztálynak a drawLines függvényét. Jó, és akkor itt mit kell tennünk? Ugye nyilván alapban csak annyit csinálnánk, hogy hívnánk a vonalrajzoló függvényét a Fultic-nek, ami egész egyszerűen annyit csinál, hogy két koordináta között megrajzolja úgymond a vonalat. Viszont itt nekünk ugye több vonalat kell megrajzolni, ugye a Lines-ba, és azért szépen végig fogunk menni minden egyes ponton, és úgy fogjuk, tehát egy ilyen kis ciklusba be fogjuk ezt tenni. Viszont mielőtt ezt megtennénk, érdemes még egy nagyon egyszerű kis dolgot, hogy adtunk-e neki színt, van-e alapértelmezett szín, a színeket majd ezután fogjuk elkészíteni, úgymond. Jó? Úgyhogy csináljunk annyit, hogy ha a szín az látható, és tehát hogyha láthatóra állítottuk, tehát hogy látható-e maga ez a dolog, akkor menjünk végig ugye a pontokon. Ezek a pontok a shape osztályban lesznek majd letárolva. És lesz egy tagfüggvény, ugye, amivel ezt le tudjuk kérdezni. Ugye itt nem egyesével haladunk most, hanem kettesével. Jó, mert ugye pont párok vannak. És itt hívjuk a library-t tulajdonképpen, ami itt a FL line függvény, tehát ez a Fultic line függvény, és ez az, ami ilyen vonalakat rajzol ki. Jó? És akkor itt ugye koordinátákat kell neki átadni, ugye egyrészt kell a egyel ezelőttinek az X koordinátája, ugye már látjuk, hogy kettesével haladunk, ugye kell az egyel ezelőttinek az Y koordinátája, ugye kell a aktuálisnak az X koordinátája, illetve kell az aktuálisnak az Y koordinátája. Jó, hát nyilván az, hogy hol rajzolja ki ezt a vonalat, mely pontok között húzzon vonalat. Jó, rendben van. Hát legalábbis reméljük, hogy jól dolgoztunk. Na, és akkor ami még itt hátra van, az két dolog. Egyrészt ugye a szín és a vonal stílus. Na most ezeket meg kell mondanunk, mert ugye a kirajzoláshoz ezek szükségesek. Úgyhogy ezt tegyük is most meg. Jó. Felugrok itt a tetejére, ugye látjuk, hogy itt már kicsit előkészítettem ezt a dolgot, és itt van már a shape osztályunk, de erről még nem akarok beszélni, hanem majd egy kicsit később. Most egyelőre csak csináljunk annyit, hogy ezt a színt és a vonalstílust meghatározzuk, tehát megadjuk. Jó, na, kezdjük először a színnel. Ugye alapvetően itt igazából csak annyi fog történni, hogy legyen egy ilyen kis színosztályunk, színobjektumunk, amikor szükségünk van rá, és ez képezze le nekünk a mi kis saját színneveinket
a Fultik library-nek a nevére. Tehát itt is egy picit elrejtjük úgymond a library implementációját, tehát húzunk fölé egy réteget. Úgyhogy itt először megadjuk a neveket, legyen ez ilyen színtípus tulajdonképpen, és akkor itt egyesével kellene nekünk felsorolni azt, hogy például a red az ez a frred konstans. Jó? De megkímélek titeket, hogy ezt végig kelljen nézni, mert én előre kigyűjtöttem ezeket, elég sok van egyébként. És akkor itt már rögtön ez meg is van nekünk, hát ezeket a színeket fogjuk használni, és akkor nekünk csak ennyit kell beírni, ez pedig ezt jelenti. Alapvetően sokkal előrébb nem vagyunk a dologgal, de valamennyit azért csak jelent. Jó, viszont ami fontos, hogy együtt tudjuk kezelni a átlátszósággal, tehát hogy látható legyen vagy nem, itt most ezt nagyon egyszerűen fogjuk megoldani, mert tehát legyen láthatatlan, illetve látható. Most igazából ennyi nekünk egyelőre elég. És készítsünk hozzá pár konstruktort, meg ilyen helper függvényeket, tehát az, hogy ezt a színt el tudjuk készíteni. Jó, tehát egyrészt kell nekünk egy ilyen color type-os konstruktor, és akkor itt igazából csak annyit csinálunk, hogy a lokálist, ami egy FL korol lesz, tehát hogy akkor inkább érdemes lenne azt megírni. Jó. Hát ezt egy ilyen privát fieldbe tesszük. Így van. Tehát egyrészt legyen egy ilyen átláthatóság, ugye ez a visibility, illetve legyen egy FL color. Nagy szé szerintem. Legyen egy ilyen FL color típus, ami C. Jó? És akkor ez így szerintem rendben is lesz. Jó? Tehát van egy visibility meg egy színünk itt ezen az objektumon belül. Jó? És akkor ugye itt a C-t állítjuk erre. Tehát leképezzük ugye a paraméterről kapottat a lokálisra. Illetve, amit még itt nekünk mindenképp meg kell tennünk, ugye az a visibility, és most legyen látható. Jó? Tehát ha ezzel a konstruktorral készítünk egy színt, akkor alapértelmezetten legyen látható az alakzat. Igazából itt ennyi történik. Jó? Legyen egy olyan konstruktor, amiben mindkettőt át tudjuk adni, tehát egyrészt ezt a color type-ot, másrészt pedig ugye a átlátszóságot. Jó, és ezt megint hasonlóan fogjuk, mint az előzőt. Tehát legyen egy ilyen FL color ugye a CC-re, illetve legyen a visibility is átadva. Jó. Érdemes egy olyan konstruktort csinálni, ami ilyen integerrel is példányosítható. Tehát integerre is példányosíthatóvá teszi az objektumunkat. És akkor itt ugye egyrészt megadjuk a színt, megint csak, ami ugye hasonlóan megy, mint az imént. Illetve megint simán csak láthatóra állítjuk. Jó. És akkor még egy konstruktor lesz, ahol pedig csak a transparency-t adjuk át. És ez VV volt, jól látom, aha. Jó, tehát ez, és ott egész egyszerűen a színt beállítjuk az alapra, ezzel a FL color függvénnyel. Ilyenkor a rendszernek ilyen alapértelmezett színét fogja kiválasztani, ugye a visibility-t meg nyilván átadjuk. Jó. Hát a konstruktorokról ennyit, legyen pár helper függvényünk is. Kelleni fog nekünk majd később egy olyan, amikor
simán int-tel el tudjuk kérni a simán intként el tudjuk kérni a színt. Ilyenkor csak adjuk vissza a c-t, mert ha jól emlékszem, ez az FL korol tulajdonképpen csak egy alias az intre, de majd ezt megnézzük jövő hétre. Következő alkalomra most nem ugrik be hirtelen. Jó, adjuk vissza nyilván a visibility-t is. Visible. Így van, tehát legyen egy ilyen tagunk is. És akkor itt a V-t adjuk vissza. Jó. És legyen egy olyan, ahol ezt be tudjuk állítani. Ugye az, hogy látható-e vagy sem. Ugye nyilván valamilyen transzparenci típusú értékkel. És ezt simán csak értékről adjuk itt a V-nek. Jó, hát nyilván ezek azért kellenek, mert ugye a V és a C az privát fieldek, kívülről nem tudnánk hozzájuk férni. Na, hát reményeim szerint a szín így rendben van. Legyen most a következő a vonalnak a stílusa, hiszen ez is kell nekünk. Style. Line style volt azt hiszem a neve. Jó. Hát itt is megint csinálunk egy leképezést. A library és a mi neveink között. Itt mondjuk ez valamennyivel kevesebb, de ezt is kigyűjtöttem. Ugye itt az eszme, hogy ugye van ilyen szolíd vonal, szaggatott vonal, pontozott vonal, meg szaggatott pontozott, meg ennek különböző változatai. Ez itt látszódik is kommentbe, itt mögé tettem, hogy ez pontosan hogyan is néz ki. Jó. És akkor erre is hasonlóan megcsinálnánk azt, amit az imént. Tehát egyrészt lenne egy stílus. Hát ezt is most intként fogjuk. Meg lenne egy vastagság. Ez a két dolog, ami ezt a line style-t meghatározza. És akkor ez alapján nyilván kell két getter függvény. DTH, ezt mindig elírom. Jó, itt visszaadjuk a W-t, a másik pedig a style legyen. Ez pedig az est adja vissza. Jó. Na és akkor ehhez is készítsünk pár konstruktort. Hát egyrészt legyen egy olyan, ami tulajdonképpen csak a típust állítja. Igen. A vastagságot pedig beállítja alapértelmezetre. Jó, tehát így lesz alapértelmezett a vastagság. És akkor legyen egy másik. Egy olyan, amiben mindkettőt tudjuk állítani. Itt is egy típust adunk, egy ilyen line style type-ot fogunk átadni. Illetve átadunk egy vastagságot. Ezt intként fogjuk megtenni. Jó, és akkor ezt simán adjuk itt értékről a lokálisaknak. Oké, és akkor mi legyen még? Legyen egy olyan, ahol csak ahol a stílus tudjuk átadni, viszont integerként. Mert hogyha egy másiknak elkérjük a stílusát, akkor azt vissza tudja adni. Így van. Jó, tehát az, hogy így rögtön a konstruktornak át tudjuk adni azt, hogy milyen stílus szeretnénk. Tehát, hogyha egy másik vonaltól elkérjük, akkor másik alakzattól, bocsánat, elkérjük, akkor azt így közvetlenül is tudjuk neki adni. Jó, és akkor itt a szélességet megint nullára állítjuk, ugye az alapértelmezett. Jó, hát szerintem más ide most nem fog kelleni. És akkor elvileg nekünk ez a line style is megvan.
Na, és akkor, hát most ugrik a majom a vízbe, ugyanis remélem jól dolgoztunk. Most akkor próbáljuk ki, vegyünk fel egy pontot, egy részt, meg vegyünk fel egy sima ablakot. Hát ezt mondjuk nem biztos, hogy így túl kéne bonyolítani. A lényeg, hogy az ablakunk ettől a monitornak ettől a koordinát, tehát a 100-100 koordinátától fog megjelenni. 800x600 méretbe, és vászon lesz a neve, nagyon kreatívan. Jó. És akkor készítsünk két vonalat, egy horizontálist, meg egy vertikálist ezekkel a koordinátákkal, és ezt a szokott módon ötecseljük is. Na, lássuk, hogy mi működik-e. Oké, és pillanat, csak természetesen van hiba, de ez semmi van. Lehet, hogy hát tényleg most ezt nem látjátok. Na, mindjárt mutatom egy pillanat. Hol is van ez? Hoppá, igen, ez itt LST. És elvileg jó is lesz. Jó, na nézzük. És már akkor tényleg mutatom itt is. Itt volt egy hiba, hogy ez list volt, nem LST. Bocsi. A tipo az mindig benne van. Na, és akkor ugye fordítsuk, hát ugye megint, ugye ahogy a múlt alkalommal is, ugye magát a CPP-ket külön kell fordítani, ugye a fulltick-nek átadjuk a szokásos konfigos parancsori dolgokat, és akkor nézzük, hogy lefordul-e. Jó, szuper, mert lefordul, de futtassuk is. Azt hisz egy. Így van, és kirajzol nekünk itt egy ilyen keresztet. Gyorsan ránézek, hogy hát igen, nagy, reméljük, hogy jól látszódik. Szóval kirajzolja nekünk ezt a kis alakzatot itt nekünk. Jó, rendben van. Na de ne álljunk itt meg, ugyanis próbáljuk ki a lines-t is. Ránézek a jegyzeteimre. Jó, 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 jó. Oké, és na, egy ilyen alapdolg, amit tudunk itt most kirajzolni, az a grid lesz, tehát egy ilyen rács tulajdonképpen. És ezt viszonylag jól tudjuk így egybe kezelni. Jó, jó, jó. Na, akkor ezeket a vonalakat most itt kiszedem. Illetve picit a pontot is. Hát ez mindegy, ezt nem bántom most, ne menjen ezzel az idő. Hanem akkor készítsünk egy ilyen gridet. Ó, tehát ez a... Nem is tudom, hogy definiálják, hogy ez a egyenlő távolságokra lévő vonalak, függőleges és vízszintes vonalak. Hát ez a rács. De mindjárt mutatom, és akkor látszódik is. Ugye itt érdemes két dolgot rögtön lekérdezni. Egyrészt az, hogy mekkora legyen a rács. Tehát nyilván itt az ablakméret tulajdonképpen ezt azért úgy meghatározza. Illetve az, hogy milyen távolsága legyen a gridnek az egyes részei között. Tehát, hogy milyen széles és milyen magas legyen egy ilyen kis rubrika. Jó. Úgyhogy ezt definiáljuk itt előre. Legyen egy ilyen, hogy x size. Ez fogja nekünk meghatározni, hogy az ablakunk mekkora. Illetve legyen egy y size. Tehát ez a xy-ra. Jó, ez az Xmax, Ymax, ugye a Simple Window osztályban van definiálva, oda is eljutunk majd hamarosan.
Most egyelőre tényleg csak annyi, hogy visszaad két integert, hogy mekkora, tehát hogy az ablak méretre vonatkozóan. Jó. Na és akkor mondjuk még meg azt, hogy, hogy mekkora legyen a gridnek a mérete. Hát x tengelyen legyen 80 mondjuk, az y tengelyen meg legyen 40. Ez a szélessége, magassága lesz egy-egy ilyen rublikának. Na. És akkor most, hogy megvan már nekünk a grid, akkor szépen elkezdhetünk hozzáadni pontokat. Ugye kezdő és végpontot kell hozzáadni, tehát egy-egy vonalnak a kezdő és végpontját. Én most nem a inicializáló listát fogjuk használni, látjuk, hogy itt már elkészítettünk egy grid objektumot az alapkonstruktorral. Ugye, hogyha emlékszünk, csak itt fölvillantom. Ugye ezt az alapkonstruktort használjuk most, nem az inicializáló listásat. Jó? Tényleg a simát. És akkor nézzük meg, hogy hogyan is lehet ezt. Hát nyilván itt ciklusban végig megyünk szépen, és úgy adogatjuk hozzá a pontokat. Ugye meddig megyünk? Tehát megyünk X-grid-től. Így van. Na, 80 az legyen az első. Ugye megyünk a méretig. Ugye size-ig, nyilván az ablak méretéig, és szépen növelgetjük x-et a grid mérettel. Így van. Tehát x-től az ablak méretig, és szépen növelgetjük. Jó. És mit csinálunk? Hát hozzáadunk pontokat. Ugye a gridnek az add függvényével, ami majd ugye hívni fogja a shape-nek az add függvényét. Így van. És pontokat adunk hozzá, mégpedig ugye először a függőlegeseket. Mondom, függőlegeseket. Így van. És később majd a vízszinteseket. És ugye ez is pont lesz, és itt az x, és a y size. Így van. Jó. És akkor ez mit fog hozzáadni? Ugye hozzáad egy pontot az x koordinátán, illetve a nulla pontba, tehát az ablak tetején, de ugye az x koordinátán, és így a ablak tetején lesznek pontok, tehát a legelső sorba gyakorlatilag, lesznek pontok x közönként, tehát minden 80. pixel lesz így fönt lepüttyözve tulajdonképpen. Ezzel pedig az alsó pixelek, tehát itt megint x-enként megyünk, ugye ez az y koordináta, ugye x-enként megyünk, és y size, tehát lent lesz az ablak alján. Jó? Az ablak teteje, ez pedig az ablak alja. Jó. Egyik pont, másik pont. Legalábbis reméljük, de majd kipróbáljuk. Jó, ugyanezt csináljuk meg y-ra is. Ugye itt is az y-grid lesz az első. Egészen addig megyünk, amíg benne vagyunk az ablakba. És itt pedig ugye a y-t növeljük a grid mérettel. Így van. És itt ugyanazt csináljuk, csak ugye a másik koordináta lesz, ami nekünk érdekes. Ugye itt megint hívjuk az add függvényt, és akkor legyen egy pont. Ugye itt a nulla az x koordináta lesz, ugyanis az ablak bal oldalán leszünk. Ugye az y koordináta ugye az y lesz, és akkor itt szépen megyünk ugye 40-essével, minden 40. pont lefele be lesz pöttyözve, pontosabban onnan indul majd a vonal. Ugye a másik vége a vonalnak, az pedig legyen ugye itt az x size, ugye tehát az ablaknak a jobb oldala, illetve y.
hiszen minden y-adik pontot akarunk kijelölni a vonalnak. Hát legalábbis remélem. De nézzük meg, etecseljük a gridünket, és próbáljuk ki, hogy működik-e. Fordul, futtassuk, és szépen berácsozza nekünk ezt a kis ablakot. Jó, nézzük meg, hogyha kihúzzuk, akkor látjuk azt, hogy ugye az aktuális ablakmérethez igazította ezt a kis gridet, ami itt ugye nekünk 800x600. Jó. Hát nyilván az ablaktól kértük el, az ablakot rácsozza be. Jó. Nem kizárt, hogy majd fogunk olyat is nézni, amikor nem az ablakot rácsozzuk be, hanem a teljes képernyőt, bár ez nem biztos, hogy szerencsés, de most ezt így oldottuk meg. Na, rendben van. Nézem még, hogy van-e itt valami. De szerintem ennyit gondoltam. Egy pillanat türelmet kérek még. A szín és a vonalstílus megvan. Jó. Okés. Na, egy dolgot még nézzünk meg. Mert ugye beszéltük, csak tényleg próbáljuk ki, hogy működik-e. Ugye, ha már megcsináltuk a színt és a vonalstílust, akkor ezt itt állítsuk már át. Mondjuk set style. Hát milyen legyen, mondjuk legyen szaggatott, meg kicsit vastagabb. És akkor itt ugye egy ilyen line style objektumot készítünk. És ugye itt egyrészt át kell neki adni egy, mondjuk legyen szaggatott, és kettő vastag. Jól emlékszem, így írtuk meg. Nézzük. Hoppá. Jó, nézzük is meg. Jó, és akkor itt nekünk most szaggatott lett, meg egy kicsit vastagabb. Remélem jól látszik a streambe is, hogy szaggatott, illetve egy picit vastagabb is lett. Hát ennél sokkal vastagabbra nem nagyon érdemes a szaggatottat, mert akkor... Hát, de látszik végül is így is. Na, így már biztos látszódnia kell, hogy látszik, hogy ez szaggatott. Jó. A másik dolog, amit tudunk, ugye az a set color. És itt is egy ilyen color típusú objektumot adunk át, és ez most legyen red. Jó, szép pirosra kiszínezzük. Vigyük, futtassuk. Jó, és akkor most ilyen szép piros lett a gridünk. Csak hogy lássuk, hogy ezek a színek meg stílusok hogyan is működnek. Jó. Na, ami itt fontos, ugye emlékszünk, hogy se a set color-t, se a set style függvényt nem írtuk meg a lines objektumon belül. Ugye, hogyha látjuk itt, hogy itt van ugye a lines-unk, igazából van két konstruktorunk, van ugye a drawLines, illetve ez az add, hogy ugye pontokat tudjunk hozzáadni, de mondhatnám a line-t is, hogy itt tényleg csak egy sima konstruktor van, ugye, hogy akkor miért működhet, tehát miért is létezhet ez a függvény, hát azért, mert a shape osztályban elkészítettük. Jó, tehát a shape osztályban ezt megírtuk. És nyilván innentől kezdve, amit kiterjesztünk belőle osztályt, tehát a pont-pont nem, de a line-t, a lines-t, illetve majd a többi alakzatot is szépen elérhető lesz benne, és működni fog. Jó? De ez legyen egy másik órának a témája. Következő alkalommal fogjuk folytatni a többi alakzattal. Ugye, amit néztünk múlt héten, a open polyline, close polyline, polygon, rectangle, text,
circle, ellipszis és kép, illetve ilyen marked polyline, meg ilyesmi. Ezeket fogjuk megnézni jövő héten, és hát meglátjuk, hogy hogy haladunk, majd utána fogjuk megnézni a shape osztályt. Az egy teljesen külön stream lesz, az biztos, tehát egy külön órán, mert az egy kicsit masszívabb anyag, ott arról mindenképp sokkal többet kell beszélni, meg annak muszáj egy külön órát szentelni. És akkor fogjuk ezeket megnézni. Most csak egy ilyen alapkis bevezetőnek ezekre legyen ennyi elég. Jó. Na, akkor tényleg mára ennyit gondoltam. Én nagyon szépen köszönöm a figyelmet, és várom a kérdéseket.